A hadik történet azért fontos, mert hát volt egy ilyen fickó, akit Mária Terézia megkér valamire, és ő nem hátrál meg, hanem tökösen beláll a dologba, aztán végigcsinálja, elmegy Berlinig, megsarcolja Berlint, és visszajönnek. És ezzel befolyásolja ugye azt a történelmi időszakot. Ezen kívül egy csomó más dologgal foglalkozott, és majdnem mindenben végtelenül sikeres fickó. Ő lesz majd a monarchiának az akkori hadügyminisztere. Tehát magyarként példa előttünk, hogy sok mindent el lehet érni.